Szekszárdváros egyik legfontosabb rendeletének elfogadása előtt áll Ács Rezső. A 2021-es év költségvetés tervezetét a törvényi előírásoknak megfelelően február 15-éig elkészítette a szekszárdi polgármesteri hivatal, és bár a jelenlegi rendkívüli jogrend nem teszi kötelezővé, mégis kiküldték az egyébként döntéshozó közgyűlésben szereplő frakciók vezetőinek észrevételezésre. A frakció vezetők keresztül véleményezni fogják valamennyi képviselő. Ezen kívül a rendelet tervezetet kiküldtük valamennyi bizottságnak is, így a bizottsági elnökök keresztül fogják a bizottsági tagok is véleményezni a rendelet tervezetet. Ezeket a véleményeket 25-éig várjuk, és 25-e után fogjuk ezeket megvizsgálni, és ez alapján a vélemények figyelembevételével terveink szerint még ebben a hónapban a polgármester úr a közgyűlés hatáskörben eljárva el fogja fogadni ezt a költségvetést. Ács Rezső hozzátette, úgy várja a módosítási javaslatokat a képviselőktől, hogy a kiadások mellett tüntessék fel, milyen forrásból szeretnék azt fedezni. Gábor Ferenc, a városi jegyzője elmondta, nehezítette a munkát a könyvvizsgáló hiánya. A könyvvizsgáló az mindig egy segítséget nyújt, szakmai segítséget nyújt a pénzügyi területnek. Örültünk volna, hogyha ebben az évben is ez a segítség, ez a támogatás meg lett volna, de természetesen a kollégák szakmailag felkészültek, és így is eleget tudtak tenni ennek a feladatnak. Ez egy igazi csapatmunka, tehát itt még csak nem is a gazdasági igazgatóság, hanem az egész hivatal közreműködik benne. Ez egy több hónapig tartó munka, amit már az előző év derekán elkezdtünk, és aztán amikor összeáll egy körülbelüli kép, nyilván először a bevételek tervezése folyik, és ahhoz kell a költségvetéseket is hozzárendelni, vagy a kiadásokat hozzárendelni, bocsánat, és aztán a végén az intézményvezetőkkel is egyeztetünk, mert ők is szorosan részei ennek a munkának. Úgyhogy hát így készül el a végén a költségvetés a mi irányításunkkal. Ez egy mobil költségvetés, ami az eddigieknél is valószínű, és reméljük, hogy többször fog változni évközben, akár már egy hónapon belül is. Tehát amennyiben mi úgy állítottuk össze, hogy a biztos működés most is biztosítva van, de amennyiben plusz forrásokhoz tudunk jutni, akár kormányzati vagy kompenzációból, akár pályázatokból, mert folyamatosan folytatja a város a pályázati munkáját, és akkor ezekkel mindig kiegészítjük a költségvetést, és hozzá tesszük remélhetőleg azokat a plusz fejlesztéseket, amik az élhető szép város működését biztosítják. Már tervek is vannak arra az esetőségre, ha plusz források érkeznek a városba. Ezen kívül sok egyéb fejlesztést is terveznek a megyeszékhelyen. Bízunk a kompenzációba, ami az iparizési adó kapcsán majd az egyedi tárgyalások során meghatározásra kerül. Megvannak az elképzelések, megvan a sorrend, hogy mik lennének beemelve a költségvetésbe. Ami jelenleg benne van az Aliszka utcában egy gyalogátkelőhelynek a megépítése, a szennyvízi közmű és az ivóvízi közmű fejlesztésre 20 millió forint van, a Kölcsei óvodára 9 millió forint, és a közvilágítás fejlesztésére 12 millió forint van bent per pillanat. Óriási az igény a közvilágítás fejlesztésére, és ezzel az összeggel ezt bele kellett tenni és benne kellett tartani. Ismételten elmondom, mint az előbb említettem, bízom a kompenzáció nagyságrendjében, akkor még több mindent tudunk itt a városüzemeltetés kapcsán is megvalósítani. Azok a civil szervezetek, amelyek az elmúlt évben szóltak, hogy külön soron kapnak pénzt a városból és a város költségvetésekből, azok idén is meg fogják kapni. Tehát ezt is sikerült megőriznünk, és az ő működésüket tudja a város támogatni. Az elkészült büdzsé mintegy 55%-át fordítják majd fejlesztésekre. Ebben a költségvetésben 18 milliárd forintos összegről beszélünk, ugye 10 milliárd forint jut majd fejlesztésre. Ez csak olyan beruházások, amelyek nem fognak egy év alatt megvalósulni, hiszen nagy összegről beszélünk. Ez egy jelentős tétel, Szekszárd nagyságrendjében 10 milliárd forint. Ennek köszönhető az, hogy például a Baka iskolában folyik most a korszerűsítés, szeretnénk majd DNS-nél is, szeretnénk új tudásközpontot építeni. Ezekre a lehetőségek, tervek, tanulmányok, források is rendelkezésre állnak, és én azt gondolom, hogy ez a 10 milliárd is egy impozáns szám lehet, függetlenül attól, hogy Covid időszak van,
olyan fejlesztéseket tudunk elindítani, hogy az elmúlt években valamiért hátrányt szenvedtek, vagy nem valósultak meg, vagy az elmúlt évtizedekben, inkább azt mondom, de én egy székhelynek igenis rendelkeznie kell ezekkel a korszerű létesítményekkel. A tanácsnok asszony végig részlet a folyamatban, tehát tulajdonképpen a költségvetés az ő véleményét is tükrözi, de hát a lehetőség a módosításra önálló, amit képviselőnő is fennáll. Ez egy ilyen COVID költségvetés, vagy biztonság költségvetése, ami azt jelenti, hogy a működésre kiemelt hangsúlyt fektetünk, tehát a város működése biztosítva legyen, illetve azon szerződések, ahol már pályázat volt, ahol már leszerződtünk, vagy éppen törvény írja elő, azok a fejlesztések, beépítések kerültek, de egyéb fejlesztés most nem terveztünk be. Ebben a költségvetésben nincsen benne a helyi adókompenzáció. Erre még várunk, hiszen az egyeztetések még zajlanak, hogyha ezt megkapjuk, akkor azzal ki fogjuk majd egészíteni, és újabb fejlesztéseket fogunk majd bevonni. De a legfontosabb most az volt, hogy ezen pályázatok megvalósuljanak, és a működőképesség biztosítva legyen úgy, hogy azokat az eredményeket, amikkel el sikerült érni az elmúlt években, sikerült elérni az elmúlt években, például a szociális területen, azt meg tudjuk őrizni, így most azt tudom büszkén mondani, hogy a szociális területen hasonló nagyságrendű kiadással terveztünk, mint a tavalyi évben tervezhetünk. Mindezt szerettük úgy, hogy az egyensúly végig szem előtt volt, megvalósult, megmaradt, és úgy tudunk majd működni 2021-ben a COVID időszakban is, hogy a város működéséhez szükséges források rendelkezésre állnak. Ács Rezső elmondta, hogy körülbelül 7-800 millió forintos kompenzációra számít a város az iparűzési adó kapcsán. De vagyunk ezelőni, például a szociális bérlakás állományt szeretnénk bővíteni. Én azt gondolom, hogy ezek a források rendelkezés állnak, és ezek ilyen fontos lépések lehetnek, például a szociális területen, hiszen sohasem mindig a bérlakás állomány, ezért kell bővítenünk, hogy el tudjuk látni azt, aki rászorult. Ehhez a területhez kapcsolódik az, hogy különösen fontosnak tartom azt, hogy például a szociális kiadásoknál nem kellett visszalépnünk a tavaly előtti évhez hasonlóan a csegendben a várososát költségvetéséből, és stabil működése lesz az intézményeknek, a városnak. Aki itt dolgozik, az biztos lehet abban, hogy a munkahelye az stabil, emellett a fejlesztések is kiemelt szerepet fognak majd kapni, és nagy fejlesztések fognak idén megvalósulni, hiszen az elmúlt 2-3 év, 4 év az előkészítésre ment el sok projekt esetében, és maga a kivitelezés az 2021-re tevődött át, úgyhogy a források megvannak és rendelkezésre állnak, csak fel kell majd őket használni.